Kedves nézőink, Kipke Tamás a vendégem, Isten hozott itt a stúdióban. Köszönöm szépen, magam is igyekeztem. Igen. Azért gondoltam, hogy veled szeretnék beszélgetni, mert olyan jó apropót ad a beszélgetésnek az, hogy most állami elismerést kaptál, amúgy pedig már régóta szerettem volna veled beszélgetni. Tehát mindig kell keresni egy ilyen ürügyet, és akkor tudunk beszélgetni. Hát ilyen ürügy azért nem sűrűn van, és ez így van rendjén, de biztosan lehet találni. Igen, bár nem ez az első díja. Én megnéztem, utána rákerestem, hogy itt gyűjtöd a díjakat, halmozod. Elmondom, kezdted a Gyulai Pál díjjal, aztán Táncsics Mihály díj, Mikszáth Kálmán díj, Mincenti emlékérem, és most ez a komoly állami elismerés. De hogyan fogadod azt, amikor észreveszik a munkádat, értékelik, elismerik? Kitüntetést kapni zavarba ejtő dolog. Szóval az a helyzet, hogy persze, hogy jó, ugye, mert az ember picit úgy megtalálja a gondolatot, hogy hát valaki figyel arra, amit csinálok. Hát ez jó, tehát mégse egészen hiába. Ugye az újságírónak is van néha ilyen érzés, hogy csinálom a dolgot, de hát csoda tudja, kit érdekel. Nem tudjuk pontosan, hogy kiknek írunk, beszélünk, televíziózunk. Hát akkor ezek szerint valaki odafigyelt erre. Ez egy jó érzés, de azonnal ott a következő, a zavarba ejtő elem a dologban, hogy, vagy a másik zavarba ejtő elem, hogy hát ha valaki figyel, hogy én mit csinálok, akkor azt is látja, amikor hát nem jól csinálom, azt is látja, amikor hát immelámmal esetleg, vagy hát kényszeredetten a hétköznapokba beleszürkülve, mert hát ugye ilyen is van, szóval ez egy zavarba ejtő dolog. Másrészt, hát zavarbejtő dolog, mert tegyük fel, hogy hát azért nem olyan rosszul csinálom a dolgomat. Na de hát hányan vannak, akik hát azért, szóval az én szerény megítélésem szerint jobban. És, vagy legalábbis hát nem gyengébben, mint én. És akkor mi pont én? Ebben most nagy örömömre szolgált, hogy két kedves kollégám is részesült hasonló elismerésben, akiket közel állnak a szívemhez, és szeretem és becsülöm a munkájukat. És hát ebből egy visszafelé még azt is érzem, hogy hát akik nagyon megérdemlik ezt, tehát lehet, hogy akkor hát nem tévedtek, akik nekem is ítélték ezt. Ez egy kis jó elem volt a dologban. Volt, aki megkérdezte, hogy és elfogadod? Hát erre Churchill ugye azt mondta, hogy kitüntetést visszautasítani nem szabad, úgy kell élni, és úgy kell dolgozni, eszükbe se jusson az embert kitüntetni, de komolyra fordítva a szót, szóval én azt gondolom, hogy kitüntetést visszautasítani, szélsőséges eseteket leszámítva, sokkal inkább a gőg, mint a szerénység jele. Mert mintha az volna benne, hogy hát kik vagytok ti, akik most, hogy most itt engem minősítsetek, ugye, hát van ebben egy ilyen, én már láttam ilyet elég sokat, és úgy eszembe jutott, hogy nincs ebben. Kitüntetést szélsőséges eseteket leszámítva, szerényen és köszönettel el kell fogadni. Egy dolog a fontos, hogy jól értsük a műfajt. Szóval tudjuk olvasni a laudációk nyelvezetét, mert a laudáció az egy műfaj. És ezt kell jól olvassuk. Arról van szó, hogy ami a laudációban kijelentő módban van megfogalmazva, azt valójában felszólító, óhajtó módban kell értelmezni, ami befejezett módban azt meg ugyan jelen és jövő időben. És ha ezt így az ember úgy értelmezi, meg tudja, akkor el lehet fogadni, és akkor hát akkor igyekezni kell, hogy ami még tőlünk telik, akkor próbáljuk. Akkor én elmondom, hogy hogyan foglalták össze azt, amiért te kaptad ezt a kitüntetést. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült az igényes, magas színvonalú katolikus sajtó rendszerváltás utáni újjáteremtésében vállalt szerepe, valamint a határon túlélő magyarság életét a hazai olvasók számára hitelesen bemutató írásai elismeréseként Kipke Tamás Táncsics Mihály díjas újságíró, a Magyar Katolikus Rádió jegyzetírója, az Újember volt főszerkesztő helyettese. Tehát akkor egyrészt a rendszerváltás utáni katolikus újságírás újjáteremtése, kezdjük ezzel. Vagy egy kicsit a rendszerváltás előttről.
Te gondolom, hogy abban az időben, amikor pályát választhattál, ez nem volt opció, hogy újságíró leszel. Akkoriban eléggé hát megfelelő világnézetű személyek lehettek, csak újságírók. Így van. Te mit terveztél akkoriban? Hát én valami szövegekkel foglalkozó ember szerettem volna lenni, írással foglalatoskodó ember szerettem volna lenni. Gimnáziumi éveimtől kezdődően. Ami viszont Ferences gimnázium. Az Esztergomi Ferences gimnáziumban. Ott az derült ki, hogy hát ha valamihez van valami kis érzékem, akkor hát körülbelül ehhez. Sok minden máshoz nem volt. Na igen. Jó tanuló voltam, rendben volt, de ez nem. Na jó, de pont katolikus iskolából bölcsész területre menni. Ez ki volt zárva, így van. Hát aztán műszaki főiskolára kerültem édesapám nyomására, és végül is tulajdonképpen megfontolása alapján, ami azt mondom, hogy hát volt benne valami, azt mondta, hogy legyen egy rendes szakmár, fiam, aztán majd ha van tehetséged, vagy mit tudom én, azt mondja, akkor csinálhatod mellette azt is. Hát jártam én arra a főiskolára, nem jutottunk messzire, én nem a főiskola hibája volt, de én közben már az új emberrel kapcsolatban kerültem, név szerint Vasadi Péterrel, küldezgettem én mindenfele irányokba írásaimat, és hát az új ember volt az egyetlen olyan orgánum, ahonnan érdemi választ kaptam Vasadi Pétert, hogy miért is nem fogja közölni azokat az írásokat, amiket elküldtem. De kritikákat is megfogalmazott? Tehát konkrétan? Hogyne. Hát, fájt? Szinte. Nem. Vagy éppen... Tanulságos volt. Uh-huh. Tanulságos volt. Szóval nem azt mondta. Ha azt mondta volna, hogy soha többet nem akar látni, az valószínűleg nagyon fájt volna. Mondta, hogy itt nem jó, ott azt kéne kicsit meg. Jöjjek vissza 2 hét múlva, hát alig vártam, hogy elteljen a 2 hét, és vittem neki újabb ideseket, és hát akkor így kapcsolatba kerültünk. Aztán lassan megjelent a TEK Vasadi közreműködésével a labba írásaim, amikor én még hát erre a műszaki főiskolára jártam. Ezzel párhuzamos volt az, hogy az akkori főszerkesztő Magyar Ferenc körbejárta a katolikus gimnáziumokat, hogy nem végzette itt az elmúlt években valaki, aki esetleg talán erre felorientálódhatna, mert éppen fiatalítani szeretne kicsit a szerkesztőségbe. Így aztán hát így a 2 szál összeért, jelentkeztem a Magyar Ferencnél, és akkor abban egyeztünk meg, hogy jó, hát próbálgassam továbbra, és akkor gyakoroljam ezt a kis bedolgozói munkálkodást, vigyem tovább, és hát ha végzek a főiskolán, akkor nyugodtan jöhetek ide. Hát aztán én előbb jelentkeztem, hogy hát én nem végzek, nem is fogok ott végezni, úgyhogy hát nem lehetne, akkor csúnyán leteremtett, hogy hát ez nem olyan egyszerű, mert hát azért ott kellett verekedni egy embernek a bevonását a szerkesztőségben. Nyilván a harmadiziglen lekáderezték a familiámat, mit tudom én, mire végre, hogy néhány hónap után kerültem, úgyhogy 73. március 1-én kerültem az új ember szerkesztőségébe. A másik, amit itt a Laudáció megemlített, a határon túlélő magyarság életét bemutatni. Ez volt a te szíved vágya, vagy pedig rád bízták, hogy legyen ez a te területed? Is. Apám Felvidékről származott, apám anyám Kassán kezdték a közös életüket, már a Magyar Kassán, a 2 háború között éppensége. Onnan Felvidékről menekült apám tulajdonképpen a háború idején Magyarországra, mert körözték, hogy ő elrabolta a kassai közműveknek a tartalék transformátorait, a vezérigazgatónak az utasítására mentették a front elől. Tehát a szlovák és a berendezkedő új szlovák hatalom ezt már így fogta fel, úgyhogy körözték, stb. Így menekült ő Magyarországra. Magyarországról, ha úgy tetszik. Tehát volt vonzódás. 2 nővére tovább haláláig léván élt, úgyhogy volt, amikor lehetett, jártunk már át hozzájuk, stb. Tehát volt nekem egy ilyen érzékem felé. A másik fele az volt a dolognak, hogy engem olyan nagyon azért az állami hatóságok, ugye hát akkor ez eléggé szoros felügyelet alatt működött az új ember, amit egy államegyházügyi hivatalnál nem álltam nagyon jól, semmiféle hőstetteket nem követtem el, nem kell erre gondolni, csak hát nem voltam eléggé
Néha meg egyszer megkérdeztem Miklós Imrétől, aki időnként kiszállt a szerkesztőségbe évente egyszer, és akkor tartott egy eligazítást. Emlékszem, az a kislépések politikának idején volt, amikor én rendkívül bátran megkérdeztem, hogy nem lehetne kicsit nagyobbakat lépni, elnök úr. És aztán elnök úr azt mondta, hogy hát nem képzeli, bár hát, mert akkor hát lehetném, hogy elszakad a nadrágunk, hát hogy néz az ki. Úgyhogy hát én nem kedveltem. Különösebben tehát nem én kaptam, amikor már lehetett menni kicsit nyugatra, én nyugatra nem mehettem, ebből kifolyólag sem. Hát se baj. És akkor már valami kis halvány érdeklődés, mintha kezdett volna ébredezni a magyar valóságban arról, hogy hát esetleg a román-magyar határon túl nem csak románok laknak. És akkor a főnököm is egyébként, ő is felvidéki volt, tehát ő is érezte, hogy itt van egy lehetőség nekünk, a lapnak, hogy itt nyissunk, és akkor kérdezte, hogy volna-e kedvem hozzá. Hát én nagy nehezen első szóra azt mondta, hogy igen. Úgyhogy így alakult, rengeteget jártam Szlovákiába, még a, tehát 80-as évek legelejétől kezdve Csehszlovákiába, Románia, Erdélybe, stb. Alapvetően erre a két helyre jártam, itt voltak azért, voltak, és aztán átlettek nagyon jó szoros kapcsolatom, és azt hiszem, hogy rengeteget köszönhetek, és rengeteget tanultam ezek alatt a riportutak. Én az egész újságírásban azt élveztem a legjobban, hogy az ember riportom van, és megy, és találkozik, és egyik helyről megy a másikra, úgyhogy adják egymásnak a stafétabotot. Elmentem Erdélybe, úgy, nem hiszem, többször mentem el úgy Erdélybe, hogy volt három témám, körülbelül 5-6 nap múlva jövök. Volt úgy, hogy 9 nap múlva jöttem meg, mert közben még 3 témát összeszedtem. Nagyon jó volt. Jó volt. Amiről szerettem volna még veled beszélni, és kértem is, hogy a képernyőre ezt írják ki, hogy az életünk prioritásai, értéksorrendje. Hát igen. Igen, van értéksorrendje az életünk. Most konkrétan arról tudok beszélni hirtelenében, ami engem most elég foglalkoztat. Szóval keresztény körökben, barátaim, de liberális jó, közel ismerőseim körében is rendkívül gyakran tapasztalom, mintha nem volna egész rend a fejekben. Most persze ez nem akarom mondani, hogy az én fejemben van persze aztán rend, ezt nem mondom, ítéljék meg ezt mások is, javítsanak ki és vitatkozzanak velem. Szóval nagyon, nagyon bőszít például, ugye most van friss hírünk, Bécs, robbantgatás, Bécs, Nizza, sorolhatnám itt belátható időn belül, ahol tulajdonképpen most már nem mondják olyan vadul, de hát emlékszem, 2015-ben hát itt egyszerűen menekült, mindenki menekült volt, akik tódultak ide, és nem lehet feltartóztatni a határon. Szóval ezen gondolkodtam sokat, és azóta is pörög ez a fejemben, hogy hogy van ez? És néha ilyen keresztény emberek is mondják, hogy hát igen, hát segíteni kell a menekült testvéreken. Én is azt gondolom, hogy a menekülteken tényleg segíteni kell, csak például tudunk-e különbséget tenni a menekült és a betolakodó között? Mert gondolom, hogy aki, ha én menekülnék, akkor én mondjuk lennék, és mondanák, hogy erre lehet jönni, akkor próbálnék arra menni. Mondjuk a határon bemutathatom a papírjaimat, hogy én ki vagyok, és miért is menekülök, és nem átalkerítésen. Szóval... És hát aki menekültként jön hozzám, az kopog az ajtómon, és nem rárúgja a lakás ajtaját. Szóval akkor igen, itt emberek jöttek valóban, és én azt is elhiszem, hogy tényleg ezek éhesek, még azt is el tudom képzelni, hogy mit tudom én, hát ezerféle fizikai, testi szükségleteik is vannak, de biztos, hogy az én jó kereszténységem abban állna, hogyha így rám rúgja valaki az ajtót, akkor körbevezetem a lakásba, itt lakik az egyik lányom, ott a másik, itt a feleségem, hát te, szóval hogy van ez? Kérdezi bennem a kérdező és a zaklatott ember, hogy most akkor nem kéne valamiféle sorrendet látni a világra, hogy kiért vagyok én elsősorban felelős? Az ő problémáját kell megoldanom, vagy esetleg hát a családom életben maradását. Úgyhogy ez nagyon jó lenne, ha
ha egy kicsit végig gondolnánk, és mert azt hiszem, hogy amikor mindenkiért akarunk felelősek lenni, pláne ilyen szép szavakkal, akkor nem inkább egy kis ilyen öntöménezés van bennük, hogy hát én vagyok az a nagy lélek, aki aztán mindenkit szeret és mindenkit befogad. Aki mindenkit befogad, az lehet, hogy nem fogad be senkit, vagy az lehet, hogy együtt halasztja éhen őket. Szóval valami rendnek kéne keletkezni a fejeinkben, és hát döbbenten látom, hogy az egyház, nem azt mondom, hogy ez egyházban, azt mondjuk, hogy keresztény vagy keresztény értékek iránt fogékony emberekben is látom ezt az értékzavart. Úgyhogy... Tehát, hogy szabad kimondani, hogy én elsősorban a feleségemért, férjemért, gyerekeimért vagyok felelős, pontosan. aztán tágabb családomért. Szóval a Teréz anya is, ugye, aki dolgozott, és a tövére válik, a világszerte dolgoznak az éhezők, a nap egy bizonyos idejében befejezik a munkát, mert a nővéreknek is enniük kell, pihenniük kell, és imádkozniuk kell, és érdekes, náluk úgy tudom, hogy kevesebb például a kiégés, a munkai, mint mondtuk, munkai probléma, mint az egyéb, mint sok más szociális gondozók esetében. Mert az utántöltésről, mert a felelősségük határait is be kell látni az embernek. Szóval ebben sem szabad, azt hiszem, mértéktelennek, és szóval ez is egyfajta egodiasztolé, egyfajta az én tágulatnak egy kóros mértéke lett, amikor valaki az egész világot veszi a vállára. Istenem, hát azért kerüljünk a helyünkre. Ezért is élveztem azt, rágódtam ezt, és múltkor a katolikus rádióban hallgattam, azt hiszem, hogy a Fábri Kornél előadásában, vagy egy ilyen lelki szövegében egy nagyon jó kis levezetést erről az érték hierarchiáról. Uh-huh. Hát igen, a házasság, mert annak mondtunk igent. Aztán a gyerekekért, akik ebből a házasságból következően vannak, és aztán a testvérek, a szülők, a dolog is van rendje a dolognak. És van a hazánk, a nemzetünk. Igen. És aztán hát azon kívül is vannak. És azon kívül is vannak, így van. Zárásul még egy téma, amit nagyon gyorsan szeretnék idehozni, az a nagyszülőség. Egyszer a rádió folyosóján összefutottunk, és akkor arról beszéltünk, hogy milyen más szülőnek lenni és nagyszülőnek lenni. Igen. Nagyon más, és nagyon jó, hogy más, és nagyon jó, ha lehet más. Tehát ha az ember úgy lehet nagyszülő, hogy az unokának vannak szülei, akik teszik a dolgokat helyesen. Minden nagyszülő. Én azt gondolom, hogy nekünk, mint nagyszülőknek egyrészt, hát nagyon közvetlen kapcsolatunk van. Egy unokánk van még, aki itt van a közelben, egy 3 éves fiúcska. Most februárban érkezik a következő. Már van egy, aki Angliában van, hát ővel ritkábban tudjuk ezt gyakorolni. De ez döbbenetes, sokat van nálunk, a kisnác szülei is hát jussanak levegőhöz. Kapcsolatban vagyunk vele, és nálunk úgy mennek a dolgok alapvetően, ahogy nálunk mennek. De a nagymama és a nagypapa nem akar beleszólni rengeteg dologba. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy feleségemmel néha intjük egymást ez ügyben, hogy a mi dolgunk az, hogy ott legyünk, és készen létbányunk a szülők számára, ott legyünk, és készen létbányunk, segítsünk, ahol tudunk. De felnőtt emberek, nem kell nekünk megmagyaráznunk, hogy merre van észak, és merre van dél. Lehet, hogy egyébként nem is pontosan arra van észak, amerre én gondolom. Az én iránytűm és az ő iránytűje nem másfelé mutat, de nem egészen pontos. Egyszerűen 30 évvel fiatalabbak a gyerekeink, ők másként látják a világot. És nekem jó példám van, édesanyám volt az, aki hát úgy hosszan tudta végig kísérni a mi életünket. Gyerekeink hát szinte felnőtt koráig velünk volt, bizonyos értelemben sokat jött hozzánk, és ott volt. És tőle láttuk ezt nagyon szépen, hogy hogyan lehet visszafogottan, mindig ott lenni, amikor az emberre szükség van, vagy majdnem mindig, vagy igyekezve, hogy kell tudni hátralépni, amikor itt van a dolognak az ideje. Nagyon jó. Örülnék, ha sikerülne fele olyan jó nagyapa lenni, mint amilyen jó nagymama az édesanyám volt, és
ha ez segíteni majd a gyerekeimet, amikor náluk érkezik el az idő, akkor azt hiszem, hogy a dolgok, azt mondtam, többé-kevésbé rendben mennek tovább.